A védő alkalmatlannak és logikai hibáktól hemzsegőnek tartja a Biszku ügyben született elsőfokú határozatot, ezért a mai tárgyalási napon az ítélet hatályon kívül helyezését és új eljárást kért a fővárosi ítélőtáblától. Biszku Béla nem akart élni az utolsó szó jogával, ítélet június 1-én várható. Ahogy a korábbi tárgyalásokon, most is kerekes székben a hozzátartozói kíséretében érkezett Biszku Béla a tárgyalóterembe. Fejére a szokásos módon fejhallgató került, ugyanakkor még sokszor így is alig értette a bíró szavait. A védő beszédében elmondta, az elsőfokú ítélet összefüggéstelen és logikátlan volt. Magyar Gábor a határozatot egy egyetemi szakdolgozathoz hasonlította. Álláspontom szerint e vonatkozásban az elsőfokú ítélet hasonlít egy ilyen szakdolgozatra, megalapozatlan és kidolgozatlan, rengeteg logikai lyuk tátom benne, amelyet nem sikerült betölteni a bizonyítási eljárás során. Az ügyvéd elmondta, nincs semmilyen adat arra, hogy az állampárt által létrehozott karhatalomnak feladatul szabták a védtelen, ártatlan polgári lakosok bántalmazását, kínzását vagy megölését. Magyar Gábor szerint arra sincsen semmilyen adat, hogy az 1956-os november-decemberi sortüzek Biszku utasítására történtek volna. A védő az elsőfokú határozat hatályon kívül helyezését kérte. Az elsőfokú ítélet felülbírálatra alkalmatlan. Ezért azt indítványozom, hogy a tisztelt ítélő tábla ezt helyezze hatályon kívül, és utasítsa az elsőfokú bíróságot új eljárásra. Az ügyész szerint az elsőfokú ítélet megfelelő volt, és a bíró kérdésére válaszolva kijelentette, fenntartja az indítványozott büntetést, azaz az életfogytiglani szabadságvesztést. A vádlott nem akart élni az utolsó szójogával. Utolsó szójogán kíván élni a lehetőséggel a vádlott? Nem kívánok élni. A Biszku perben a fővárosi ítélőtábla várhatóan június 1-én hoz ítéletet.